Ma anyák napját ünnepeljük, és erre a gyönyörű napra egy különleges műsort készítettünk. Vajdaságból érkeztek a csoportok, és egy könyv bemutatóval kedveskedtünk nekik. Szabadkáról érkeztem ide Tiszakálmán falvára, ahol citeráztam és énekeltem. Sor került egy könyvbemutatóra is Árpádházi Boldog Erzsébetnek a legendájáról, aminek történetesen a könyvnek a borítóján én szerepelek, tehát az én fényképem található meg rajta. Egy hagyományos anyáknapi tejadél után volt, ahova 9 csoport, kézimunkázó csoport ékezett, és ugyanúgy szűhűbű is eljöttek a vendégeink. Korona hercegnő fácsola könyvbemutató volt, és az iászatot is bemutatták a gyermekeknek, ami tényleg ritkaság, mert Budiszaván először történt ez meg, hogy ilyen iászati szakcsoport vagy sport lett bemutatva. Ide a Svájci Magyar Iász Egyesület meghívására érkeztünk. Temerinből vagyunk, Marica és Antal. Mi szokjuk szervezni a Tonév Turnér Temerin TTT nevű versenyt. Ez egy ilyen, hát úgymond családi vállalkozásként üzemeltetett magánverseny. Idén szeptember 1-én lesz. Örömi iászatról van szó, ahol mindenki szívesen látunk. Eddig 3D volt, idéntől kezdve 2D, ugyanis ilyen célpontokat tudtunk beszerezni. A megjelenés, tehát ember, így, semmilyen kötődés, a lényeg, hogy jól érezzük magunkat. Az eddigi versenyünkön voltak résztvevők Magyarországról, Szerbiából, Boszniából, Svájcból. Ugyanúgy az idei versenyünkre is szívesen látunk bármilyen íjást, ezennel is előre köszönöm a részvételt. Én Mitru Barbara vagyok, a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa, vagyok itt szeptembertől Tiszakálmán falván. A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület munkáját segítem. Kárpátaljáról érkeztem ide szintén Szorványvidékből. Nagyon tetszik Vajdaság, a vajdasági életérzés, az emberek hozzáállása az életükhöz, munkájukhoz, problémáikhoz. Kedves nézők, szeretettel várjuk őket ide, Tiszakálmán falvára, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek a székházába. Tekintsék meg programjainkat!